Jó, szerintem ez így indulásnak is jó. Üdv mindenkinek, ez a második rész. Nyomjuk. Mi legyen akkor a téma? Mert én itt tudom, hogy a koronás szállítási probléma, gyártási problémát akartuk kivesézni. Mi lenne, hogyha előtte a szabad-e demoért pénzt kérni? Egy kicsit firtatnánk. Szerintem ez tök érdekes. Mit gondolsz? Jó lesz igen. Az? Erre közben elvesztettem, hogy hol vagyunk. Ja, jó, itt vagyok, meg vagyok. No, mit gondolsz erről, hogy egy boltnak szabad-e pénzt kérnie azért, hogy valaki oda megy demózni, és mondjuk egy óráért vagy kettőre egy pénzt kér, bármilyen konstrukció keresztül? Nagyon nehéz kérdés. Nagyon sokan gondolkodtak rajta nagyon sokszor, aha, és eddig amennyire látom, mindenki megriadt tőle, mindenki elmenekült, meg, megfutamodott, mert nagyon nehéz ezt bevállalni. Holott tagadhatatlan, hogy tulajdonképpen ez történik, tehát az árrés részben erről szól. Ezért van árrése egy kereskedőnek, hogy ki tudja finanszírozni a demót. De még nem tart ott a közösségünk, hogy ezt nyíltan fel lehessen vállalni. De előbb-utóbb lehet, hogy ki fogja kényszeríteni az élet, mert már most ugye nagyon erősen elváltak egymástól a dolgok, hát főleg ugye a járvány miatt is, meg amióta van online kereskedelem, azóta még hangsúlyosabb az, hogy a demo és a vásárlás nem feltétlenül járnak kéz a kézben. Nem, egyáltalán nem. Tudsz arról egyébként, hogy külföldön pénzt kérnek ezért, bárhol? Még nem találkoztam ilyennel. Sőt, megmondom őszintén, hogy még partnereknél plegyka szinten sem, még gondolat szinten sem találkoztam ezzel. Én igen. Ezzel még csak itthon. Én igen. Tehát csak még hazai partnereknél találkoztam ezzel, de máshol nem. Aha. Ugye én azt gondolom, hogy alapvetően nem kéne, hogy ez egy probléma legyen, mert ugye nyilván azt gondolom, hogy ezt valaki értse, hogy miért merül ez fel, ugye az első részt meg kell nézni, hogy van mindenféle vásárló, van mindenféle ember, meg mindenféle kereskedő. Én azt gondolom, hogy ugye ez kiszűri kapásból azon réteget, aki egyfajta játszótérnek tekinti az adott boltot, ugye, és csak egy délelőttet el akar tölteni. Ezt ugye 100% kiszűrje. Nyilván azt is kiszűri, aki mondjuk ezt magára veszi, és ettől mondjuk megsértődik, mert ez is benne van szerintem. Meg nyilván, hogyha valaki látja, hogy oké, 10.000 forintot kérnek egy óra tanácsadásért, akkor nem oda fog elmenni először, hanem oda, vagy összes másik boltba, ahol nem kérnek pénzt érte. Úgyhogy nyilván ez a veszély a dolog. Hogyha mindenki egyszerre megcsinálná, akkor szerintem az egy működőképes dolog lenne, és bevállalják az emberek, hogy oké, ennyibe kerül, de nyilván a vásárlásból gondolom levonják azt a díjat, és akkor tulajdonképpen ahova te elmentél, ahova leraktad a voksodat boltba, ott kapsz egy tanácsadást, és a végén alapvetően nem vesztettél semmit. Szerintem még nyerhetsz is egy olyat azzal, hogy tudják, hogy téged komolyan lehet venni, és akkor foglalkoznak veled, nem tudom, órákon keresztül, és akkor végén egyébként nem vagy távolabb az igazságtól, hogy nem buktál semmi pénzt, ugye. Nyilván ez a jó, ez lenne az ideális oldal a dolognak. Igen, de egyrészt ugye nem tudod azt meglépni, hogy mindenki egyszerre szálljon be ebben. Hát ugye a kereskedők ugye érthető módon versengenek. Különbözni akarnak egymástól különben, miért fordulsz egyikhez és nem a másikhoz. Ez az egyik dolog, amiben különbözhetnek. Ha valamit csinálsz, a másik nyilvánvalóan azt látja, hogy különbözünk, megnézi, hogy ez jó nekem vagy sem, és ez alapján alakítja ki a saját működését. Ez alapján alakítja, finomítja, hangolja a működését, hogy meglátja, hogy a másik ezt csinálja, amiben különbözünk, az nekem jó-e. Tehát így nem fog megtörténni. Ez is az egyik oka annak nyilván, hogy aki ezen már gondolkodott, az ezt nagyon nyilvánosan nem gondolkodott, nem mondta ki hangosan, csak így susmus szinten. Én úgy tudom, hogy most direkt nem mondom ki, hogy nehogy az legyen, hogy ebből valami olyat elárulok, amit nem szabad, de az egyik forgalmazó, ő elvileg még a nagy magyar AVX-en is csinált erről egy kis szavazás, vagy közvéleménykutatás, hogy mit szólnak hozzá, és ők azt mondták nekem, hogy volt, aki azt mondta, hogy teljesen okésnak gondolja, nem probléma, és volt, aki meg teljes mértékben kibukott. Nyilván nem csinálták egyébként meg, de ott is gondolkodtak ezen, és még be is dobták a közösbe, hogy akkor mondja meg a nép, hogy mi legyen. Én nyilván azt látom, hogy ez egy nagy százalékban
ezen ugye az emberek felháborodnak, amit valamilyen szempontból értek is, valamilyen szempontból meg szerintem sokkal lényegre törőbb tud lenni akkor egy dolog, meg sokkal tisztábban működhet egy tanácsadás és egy célba jutás, én szerintem. És mi lesz akkor a fiatalokkal, akik még tényleg csak nézelődnek? Hát igen, ugye ez a baj. Ki fogja őket felkarolni? Tehát 16 évesen, amikor még nem volt internet, amikor még online katalógus volt, ugye az egyik buli nekem az volt, hogy a BMW Budapesti Nemzetközi Vásáron tavasszal ősszel meg tudtam szerezni a katalógusokat. Uh-huh. Első között Panasonic katalógust, később hozzájutott a Majba katalógushoz. Mi lesz ezekkel a dolgokkal? Ott ugye tudtam játszadozni, kipróbálni. Most azért egy nagy áruházban nem ugyanaz, amihez hozzáférsz. Hát nem. És annó nyilván valamennyire ugye, fiatalon gyerekként ez kellemetlen is volt bemászkálni akkoriban az akkori hifi kereskedőkhöz, és nem mutatni őket, csak jelezni, közel vagyok. Hát igen, csak mi ugye ilyen... ezzel az űrrel? Hát én azt igaz, van azóta meg online tájékozódás, tehát van millió YouTube. Ja, hát egyrészt ugye jelen van egy olyan fajta platform és média, vagy médium, ami akkor még nem volt, tehát egyrészt szerintem sokkal több az információ, fórumok, lehetőségek, ami alapvetően mindig ingyen elérhető, tehát bemész például egy Rolex nem jó erre, de mondjuk bemész egy Omega butikba, vagy a legtöbb ilyen high-end óra boltba, bárhány éves vagy, nem fognak onnan kinézni, ugyanannyit beszélgetnek veled, mint az a sejk, aki bejön és látszik, hogy 8 darab testőre van, meg Bentley-vel jött, ugyanúgy fognak bánni az 5 éves gyerekkel, mint ahogy a 40-nel, meg a 80-nal. Mert hosszú távon nézik, és így generálnak hosszú távon 10-20-30 év távlatában vásárlókat és hűséges, boldog felhasználókat. Tehát így is hozzá lehet állni. Viszont a mai világban, ebben a hifi világban én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabb menetrendre van mindenki belőve, és érted, ki tudja, hogy az adott kereskedőnek az a márkája 10 év múlva meg lesz, érted, ez sem biztos, ugye? Nyilván, hogy te egy gyártó vagy, és egy butikod van, az megint egy másik történet. Tehát, hogy több oldal is meg lesz, nem ezt közelíteni. Hát és eleve ma mennyi, milyen távra tud egy kereskedő ma tervezni? Múlt évben ugye volt az egyik, nem mondok nevet, az egyik óriás márkának, gyártónak egy kisebb balhéja a saját nemzetközi mintabolt hálózatával, uh-huh. amikor is termékeket közvetlenül felkínáltak online uh-huh. a vásárlóknak. Azok meg azt mondták, hogy gyerekek, akkor mi miért is márkáztuk fel az üzleteinket? Miért raktuk ki a neveteket uh-huh. nagybetűkkel az ajtó fölé? Uh-huh. Hát igen, itt ki ilyen kérdések is benne vannak a levegőben, hogy merre megy egyáltalán a kereskedelem, meddig lehet védeni, meg meddig kell védeni, és mi az, amit meg kell védeni, hifi kereskedelem offline formájából. Mi a konklúzió? Legyen díj a demónak, vagy ne legyen díj a demónak? Szerinted ez egy jó dolog amúgy? Biztos öreg vagyok, én nem szimpatizálok vele, én nekem ez nagyon nehéz. Aha. Nekem nagyon idegen ez a gondolat. Hmm. Illetve így is vannak konfliktusok, így másfajta konfliktusok vannak, de úgy egy sokkal jobban körülhatárolt konfliktus jelenne meg, azt mondanák a vásárlók, hogy pénz nélkül nem foglalkozol velem, és micsoda dolog ez. Uh-huh. És ez már ma is megjelenik, hiszen sokan úgy érzik, hogyha bemennek, és nem úgy néznek ki, vagy nincsen olyan magatartásuk, amivel azt sugalnak, hogy ők ma akarnak vásárolni, akkor hogyha bármi, most anélkül, hogy történjen valami, ha bármi negatív élményük van, azt összekötik azzal, hogy azért nem kaptak olyan kiszolgálást, mert nem. Van, amikor ez igaz, és van, amikor ez csak egy érzés, de így is megvan. 3 évvel ezelőtt úgy vettem autót, hogy bementünk 2 szalomba. Az egyik helyen megérkeztünk az 5 éves autóval, munkából, normális, tehát nem földet lapátolva, munkából rendesen felöltözve megérkeztünk, és közölték, hogy az akciós árakkal ne foglalkozunk, az nem úgy működik. Jó, akkor okay. Hogy működik? Mondom, oké,
De én csak egy árlistát szerettem volna, meg egy picit beszélgetni, de Aha. nem erőszak, tehát nem muszáj. Ezek után egy-két napra rá anyukám a kertből, tehát ő szó szerint kapálásból fölhívott, hogy milyen az az autó, amit néztél? Na, gyere, nézzük meg, bemegyünk egy másik szalomba. Vérciki, ahogy kinéztünk, tehát én munkából felálltam, elmentem anyuért, anyu meg még tényleg fél órával korábban fűnyírozott, vagy nem tudom, mit csinált a kertben, és megérkeztünk, úrként beszéltek velünk. Olyan kiszolgálást kaptunk, olyan hozzáállást kaptunk, hogy le a kalappal. Nem is volt kérdés, hogy másik kereskedőhöz nem megyek vissza, itt a pesti oldalon veszem meg. Eldőlt. 3 perc alatt. Tehát kell a kiszolgálás, meg kell a hozzáállás, mert különben... És mi van akkor, megfordítom egy kicsit a dolgot, vagy egy másik útról közelíteném meg, mi van akkor, hogyha valaki csinál egy olyan vállalkozást, hogy hifi és házimozi építés tanácsadás, és van egy kis helységed, ahol különböző termékeket meg lehet hallgatni, és úgy keresnek téged meg, hogy te egy tanácsadó vagy, aki segít téged eljutatni a célhoz minél kevesebb bukással, buktatóval. Akkor tulajdonképpen majdnem ugyanaz történik, csak téged kvázi speciál ezzel keresnek meg, hogy igen, akkor légy szíves, foglalkozz velem egy órát. Akkor egy más felállásról van szó, tehát akkor egy zárt ajtós kiszolgálásról van szó. De egy csomó high-end hifis bolt az ugye zárt ajtós, ugye alapból már. Hát félig meddig. Igen. Ott megint más, de ott meg megint azért más, mert ott nem azzal indítasz, hogy azonnal közled vele, hogy ennyi lesz a kiszolgálás díja, hanem ott egy személyesebb alkurendszer működik. Ehhez nem tudok hozzászólni, mert nem ebben vagyok napi szinten benne, én ugye más felület felől nézem. Itt az is a kérdés is felmerül, hogy például merre sodorja az egész kereskedelmet a mostani helyzet. Rengeteg zárt ajtós bolt, rendes bolt. Hát akkor szerintem tovább is ugorhatunk a koronás kérdésről, ugye, ami szerintem sokakat érint, ugye. Téged szerintem nagyon, engem is ugye valamilyen szempontból, és pár nézőt is, aki vár a hangfalára, ugye, Black Friday óta. És azt gondolom, ez egy tök jó dolog, hogy egy kicsit erről beszélünk, mert ugye nem mondja ki senki, hogy milyen háttérsztorik vannak itt. Ugye, aki olvas hírt, meg egyébként láttam, hogy akik írnak nekem ilyet, hogy jaj, mi van már, ugye. Ők mondják, hogy láttuk a hírekben, hogy ez meg az meg amaz történik például Angliában. De nem mindenki rakja ezeket a dolgokat össze, ugye, hogy mennyi minden történt most egy év alatt, ami kigáncsolt mindenkit egyébként. Hát ez az egész helyzet, ez egy kommunikációs csapdába visz bele, senki nem meri szerintem kimondani. Napi standard, most már napi 2 olyan levelet kapok, amiben partner, akár hazai, akár beszállító partner, nagy beszállító partner, örömmel közli, hogy hamarosan elérhető lesz egy termék 2 hét múlva, vagy 2 hónap múlva. Na most Hogy lehet? Ezt örömmel közlik, hogy 2 hónap múlva. Tehát ez is egy örömhír számukra már. Ez egy eléggé váratlan helyzet, ugye, ahhoz képest, ami volt. Meg nehéz megszokni, de ez megy. Ugye a múlt évben voltak ezek a sztorik, amik először még szokatlanok voltak, meg valahol mulatságosak, hogy Törökországból például nem tudtak állítólag nagy háztartási gépeket kivinni, mert hogy a konténerek megtöltve kínai kikötőkben vesztegeltek, mert hogy a kínai kikötőkből a hajók nem mehettek el, meg nem mehettek be a kikötőbe az emberek, akik kezelték volna a rakodás gépezeteit. Tehát zár alatt volt a kikötő, ott maradt rengeteg konténer teleáruval, mozdulatlanul. És emiatt aztán elfogytak a vasúti kocsik is, meg a teherautók is, amiken szintén ott pihentek a már áruval megtöltött konténerek. Azóta november-decemberben jöttek hírek arról, hogy
szállítási vállalkozások hajókat kezdtek el bontani, amik konténerhajókat, amiknél kiszámolták, hogy jelen pillanatban jobban járnak, hogyha vasként használják a hajót, mint hogyha szállítanának vele. Személyes hír, nem a mi cégünktől, egy ismerősöm keresztül, egy évvel ezelőtt egy konténerre számláztak nekik 3000 dollárt fuvarköltséget, most 10-et. De ugyanezt, tehát, pontosan ugyanezt már negyedik embertől hallom, képzeld el. Óriási konténerinség van, emellett van alkatrészellátásban nagyon komoly probléma mindenkinél, és akkor ennek tetejében jött ugye Black Friday, jött karácsony, és jött a Brexit. Hát meg még egy AKM chip gyár leégés is még ott van pluszban. igen, hát az is végig csorog. Yeah, yeah. Igen, mert hogyha egy alkatrész ugye kiesik, akkor a többiből is rögtön hiány lesz. Igen. De ez konkrétan most, ami december óta zajlik, ez már tényleg az ember csak ül és fogja a fejét, hogy ezt hogyan fogjuk lekommunikálni. Senki nem meri, azt látom, hogy kifelé a vásárok felé senki nem meri elmondani, hogy hát, hölgyek, urak, kínlódunk azért, hogy az, ami jön, az tényleg itt legyen. És angol partnerrel még november végén, december elején azon viccelődtünk, hogy félúton találkozunk, tehát hozd el az árut félútig, én elmegyek, találkozzunk Dover és Kályi között félúton a vízben, jó, úszunk egyet, persze, jó, jó. Mert karácsony közelében már nem volt olyan vidám ő sem, azóta pedig egyre szomorúbb, mi? Meg mérgesebb, gondolom. Egyre szomorúbb. És a döbbenet az, hogy oké, szegény angol partnerek, ők tényleg rettenetesen nehéz helyzetbe kerültek. És ez nem a hifire igaz, csak hát most már biztos azért is kapok sok ilyen videót, mert valamikor érdeklődtem a téma iránt, és a YouTube ajánlja. Tömegével vannak fönt az olyan hírek mindenhol, amit én látok, hogy Nagy-Britannia megállt. 68 meg 62%-okat mondanak visszaesésre teherautók számában, és akkor mondják, hogy oké, teherautók, kilépő teherautók ennyivel estek vissza, de azok a teherautók ráadásul sokkal nagyobb arányban üresek ma, mint egy évvel ezelőtt. Kemény. Tehát egyszerűen nem tudnak kifelé szállítani, összedőltek a dolgok. Ott is ugye elindult egy láncreakció, azt látom. Tehát nem arról van szó, hogy nincs áru. Arról van szó, hogy az egész rendszer annyi ponton kapott KO-t, hogy összedőlt. Uh-huh. Tehát annyi ponton kapott kisebb-nagyobb ütéseket, hogy nem bírta tovább, és egyszerűen küzdenek. És nem csak az angolok, tehát a tragédia az, amikor van egy kanadai partnerünk, és kanadaiként azt mondták eddig, hogy hát Kanada is ugye a királynő alá tartozik valamennyire, hát akkor ők a királynő alatt fogják üzemeltetni a logisztikát. Mm. Már bánják. Nagyon. Mikor volt ez a, volt ugye plusz egy ilyen hullám, amikor azt mondták, hogy Angliában van ez az új koronaváltozat, ezért az egész szigetet lezárták. Beszéltünk is erről, hogy az egész se hajó nem jöhetett, se teherautó vagy kamion nem jöhetett át semerre. Az még karácsony előtt volt. Igen, emlékszem. Képzeld, ha gonosz vagyok, bocsánat, együtt, hagyj fűzzek hozzá, hogy én akkor kaptam a GLS-től egy e-mailt, hogy semmit nem hajlandók behozni Angliából, semmit nem hajlandók kivinni, addig, ameddig nem jelzik egy újabb e-mailben, hogy ez a probléma megszűnt. Én azóta nem kaptam tőlük ki erről egy e-mailt. És ha én megkeresem a kapcsolattartót, akkor hivatalosan, elvileg se kisebb cucc, ő rajtuk keresztül. Az elég szigorú azért. Ez nekik nagyon rossz volt, de nehéz mögöttem már nem taktikát feltételezni, amikor küzdenek a Brexit-tel, megvan végre a megállapodás, vagy valami, ugye ezen is megy a vita, hogy ez most mennyire volt megállapodás. Uh-huh. És a következő pillanatban a franciák azt mondják, hogy lezártuk a határat, mert hogy van egy új vírustörzsetek. És karácsony előtt ezt. Tehát még az legjobb pillanatban, amikor legérzékenyebbek voltak, még odaszúrtak egyet. Azóta is hiába van hivatalosan mozgás a határon keresztül, azt látjuk, hogy küzdenek. És van áru, csak biztos, hogy nem az,
ami kell. Hát meg nem olyan gyorsasággal gondolom, nem? Hát minden sokkal lassabban. Igen. Ismerős a történet valami. Fú, hát ez... Akartam megkérdezni, hogy tudsz valamit? Jó. Jó van, menjünk tovább, nem kell válaszolni erre. Por, figyelj! 5 nap alatt itt kéne legyen valami, hát akkor igen. 4. hetében a szállításnak még mindig papírok pattognak oda-vissza. Aha. Rém történet. Ez katasztrófa. És ez csak az angol, és ez megint olyan, mint az AKM, hogy kiveszel egyet a rendszer egészéből, egy téglácskát, a többi mindig egy picit arra megbillen, és már az egész rendszer egy kicsit meggyengült. Tehát nyilván, hogyha az angolok nem tudnak szállítani, vagy Angliából nem tudnak szállítani, vagy Nagy-Britanniából nem tudnak szállítani, akkor nyilván van a piaci réseket, megpróbálják betömni franciák, dánok, németek, de akkor őnekik is fogy. És ők sem állnak túl jól. Tehát senkinek nem áll hegyekben az áru a raktárában, mindenki csak próbálja befoltozni a lukakat. Ez a múlt évben is csúnya volt, hát az idén az már... Nem is nagyon fog ez mostanság véget érni szerintem, hogy én nem látom, hogy ez így javulna nagyon, sőt, azt látom, hogy egyenesben haladunk tovább ugyanazon mocsáros területen. Nem látom azt, hogy ez idén véget fog érni egyelőre. A lassú szállítás nem hiszem, hogy le fog pörögni. Nem hiszem, hogy ez el fog múlni. De a hírek, amik jönnek a partnerektől, most kimondott a Brexit által érintett partnerekre gondolok, azok ott olyan értelemben pozitívak, hogy próbálnak már egy tarthatóbb rendszert kialakítani, és próbálnak szállítani, behozni a lemaradásaikat. Küzdenek vele, azért is, mert nem csak a Brexit egyébként nem csak a brit logisztikát érintette, hanem bedöntötte a hollandot is. Mert ugye hirtelen mindenki, hogy ó, ez a Brexit, ez tényleg ilyen lesz, akkor most aktiváljuk a holland és környéke raktárakat, amiket kibéreltünk, és hirtelen az, hogy ott sincs már emberi erő feltölteni a raktárakat, tehát egyszerűen ott is összedőlt. Az aggasztóbb, hogy gyártók, nagy gyártók, tehát nem az, hogy a hifi világ kis cégei, akik ugye nem rendelkeznek olyan alkupozícióval, hanem a nagyok, az óriások beszélnek ilyen sok hónapos távlatokról, hogy na majd talán akkor. És akkor sem magabiztosan állam, akkor is nagyon ködösen. Ez rémisztő, amikor nagyok. És hát megint nem akarok neveket mondani, de sok-sok évtizedes óriásokról van szó, japán óriásokról, akik nem is mernek 2 hónapra már ígérni. Ugyanerre gondoltam én is, amit így hallottam pár cégtől én infót, ugye, hogy a házi mozi erősítő, az konkrétan nincsen senkinél, ha jól tudom. És az már egy éve, vagy egy 8 hónapja szerintem már probléma, ha jól emlékszem. És zsírúj modellekből, mert ugye, hogy minden évben jönnek új házi mozi erősítők, a legújabb modellekből, XY gyártóból jött 10 meg 15 darab. Úgyhogy ugye ez ezek folytak ki a piacra minden évben, most meg jött ennyi. És így... És akkor még ott van a Panasonic chip probléma. A 8K chip probléma. Ja. Ami ugyanezt a 15 modellt érinti. Na ez a vicces az egészben. Kapsz 15-et, amit eladhatsz, ami hibás. Ez a legjobb az egészben. Hát ez ilyen. Hát vagy legalábbis korlátozottan használható. Legpozitívabb megfogalmazás szerint korlátozottan használható. Valamit még hozzá fűznénk ehhez? Pillanatra puskázok, mert... Puskázzá. Nem. A Mr. Who's the Boss, aki a telefonok kapcsán ugye kirakta, hogy a rengeteg kamu review kimegy, még mielőtt megjelenne a telefon, és akkor kameratesztek kimennek telefonokról. Ja. Azért, hogy a YouTube-ban nézettséget szerezzenek, és azok ott maradnak hónapokig, évekig, és gyűjtik érdetlenül a nézettséget, ott nem valódi tartalmak. Ez mondjuk fejhallgatóknál inkább igaz, nálunk ez még nem. Bár csak időkérdés, hogy mikor találnak ezen is egy ilyen fogást, maga az egész egy egészen abszurd dolog, hogy ilyen szinten hamis review-val ekkorákat lehet szakítani. Ez volt egy ilyen, emlékszem, évekkel ezelőtt, talán pont egy iPhone volt,
valamelyik ilyen nagy telefongyártó csinálta azt, hogy leforgattak egy ilyen reklámfilmet neki, meg voltak hozzá mindenféle stock fotók, amiket azzal a kamerával készítettek, és annyira hülyék voltak, hogy a meta infót benne hagyták a fotókban, amiket feltöltöttek a weboldalra, és valami 3 milliós géppel fotózták, meg vették fel az összes anyagot, amit annak használtak, hogy ezt ezzel a telefonnal csináltuk, ami volt mondjuk 150 ezer forint az a telefon. Na ez mennyire öngól. Hát ez még a jobbik eset, mert ez még legalább visszaellenőrizhető, és utána a botrány lesz belőle. Az a baj, hogy ezek a kis review-k, ezek elsikadnak. Tehát ebből nincsen hiszti, nincsen botrány, hogy a YouTube tele van olyan review-kkal, amiknek köze nincsen a terméknek, termékhez. És Mr. Who's the Boss mutatta az egyikért, hogy egy kamerának a 30-szoros zoomját mutatták be egy 3-szoros zoommal. Tehát ilyen egészen súlyos, tényleg köze nincsen, tehát nem az, hogy jobb minőségű, nem, semmilyen kapcsolatban nincsen a bemutatott termék, és az, amiről megpróbálják elhitetni, hogy korrekt. Jézusom, milyen fénye van a tabletnek. Ja. Szép, harsány.